A Felelős Szülők Iskolája vírus videósorozatban Jós Andrea, tanár, tréner, az élménybiológia megalapítója, és abból az apropóval beszélgetünk, hogy november 21-én egy közös tanulást reformáló előadásra készülünk együtt. A Felelős Szülők Iskolája szervezésében, hogy ott lesz Jocó bácsi, az ország történelemtanára, tetkós történelemtanára, és Fegyverneki Gergő is. És Andi, te nagyon-nagyon örülünk, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést, hiszen te is másként tanítasz, és hiszel abban, hogy másként is lehet. Mi a véleményed ezzel kapcsolatban? Hogy hogyan lehet másként, lehet-e másként? Azt gondolom, hogy mindig lehet másként. Igazából a kérdés az, hogy mi a célunk. Az én célom az egyszerűen, hogy én is jól legyek, meg az, akikkel együtt vagyok, ők is jól legyenek, ők is. És ezek pont diákok, akkor diákok. Márpedig ugye tanárként főleg diákokkal dolgozom. És hogy én azt vettem észre a saját életemben, hogy ennek számomra az a kulcsa, hogy legyen kapcsolódás közöttünk. Hát egy személyes kapcsolat, hogy lássák, hogy én ki vagyok emberileg, hogy nem egy szerep vagyok, hanem én vagyok Jós Andrea, aki néha elront dolgokat. És akkor minden, ami ehhez kapcsolódik, az elő is kerül egy órán, már úgy értem emberileg. Tehát a tankönyvön kívül előkerül az mondjuk, hogy én lendületből düböladtam egy egyest. És akkor 5 perc múlva rájövök, hogy elnézést kérek, ezt igazából nem kellett volna, ezt visszavonom. Tulajdonképpen, hogyha szeretne vállalni valami extra feladatot, azt szeretettel látom. Jelen pillanatban én nagyon dühös voltam. Tehát valamiféle önreflexió, és akkor emlékszem, a gyerekek így ülnek, hogy ilyen van, hogy tanár bocsánatot kér, mert hogy elsősorban nem tanár vagyok, hanem ember. És amikor létrehoztad ugye az élménybiológiát, hiszen azt szerintem azért mindenki tudja veled kapcsolatban, hogy a szervmandalák, mint műfaj hozzád kapcsolódik, az honnan jött? Mert ha jöntött, hogy valami extrát, valami érdekeset szerettél volna bevinni az órákra, talán innen indult? Kicsit innen is, de onnan is, hogy szerettem volna valahogy ezt is személyessé tenni. Talán ez a személyesség a jó szó, mert mindig látjuk a tankönyvekben ezeket az anatómiai ábrákat, szépen kiszínezve, egyébként nagyon jók tényleg, meg a funkcionálisan jók, de valahogy érzelmileg nem különösebben, meg igazából kit érdekel adott esetben, persze nem mindig ez a válasz, de hogy én elkezdtem csak otthon kísérletezni azzal, hogy mi van, hogyha mondjuk egy anatómiailag korrekten ábrázolt szívre én matyó mintákat rajzolok, mert én nagyon szeretem ezeket a motívumokat. Először csak magamnak csináltam, aztán egy rajztanár kolléganő, amint meglátta, az Andi, jesszusom, csinálj ebből színezőkönyvet. Na, mondom, persze, hát majd egyszer. És diákjaim is mondták, hogy ez mennyire jó, és akkor kipróbáltam, hogy színezőként odaadni egy-egy, akár szívet, akár a tüdőt, hogy tényleg ilyen virágos, vagy mintás, és annyira jól el vannak az emberek, mint ahogy én is, hogy leülök, és színezek, és ismerkedem vele, és akár van, aki azt mondja, hogy szerinte ebben még gyógyító potenciál is van, hogy leülünk, foglalkozunk, nem tudom, pajzsmirigyünkkel, ami egyébként tényleg úgy néz ki, mint az én rajzaimon, ilyen nagyon szép virágmintás. És ugye ennek több hatása is van, és mostában nagyon elterjedtek a színezők, szóval az emberek tudják, hogy ez jó. És a gyerekek úgy tanulnak veled adott esetben egy-egy órán, hogy közben színeznek? Csináltam olyat, hogy fogtam magamat, és kinyomtattam a könyvemből színezőket, és azokat vittem el. Úgy indult a foglalkozás, hogy nagyon jó videók, a YouTube-on rengeteg ilyen infotainment videó van a keringésről, aztán lehetett színezni, és kifejezetten azt csináltam, hogy hatodikosokról van szó, kisfiúkat kislányokkal raktam párba, és először, és a végén az volt, hogy a kisfiúk így mondták, hogy te figyelj, ez a virág legyen rózsaszín, és akkor mondta a kislány, hogy nem, az legyen sötétkék, vagy fekete, tehát hogy fel is cserélődtek ezek a sztereotípiák, és együtt kezdtek dolgozni. És egy ilyen színező után, meg egy kis érzékenyítés után a következő az volt, hogy disznószíveket vittem oda, igazi disznószíveket, amiket lehetett boncolni, és a gyerekek így wow, ez így néz ki. Persze volt, aki fúj, de hogy voltak olyanok, akik itt tényleg vágták, és és akkor ez a kamra, tanár, ez mi? Ja, kamra, de jó. Szóval én ezt nagyon szeretem bevinni, hogy ha undort érez, az is jó, mert egyszerűen felkelt benne valamit, és kapcsolódik ahhoz, ami tényleg ott van, egy disznószív, vagy a saját szerve, és hogy ez is szerintem a természetességet erősíti meg, azt, hogy legyünk kapcsolatban azzal, ami van. Hogyha a szülőknek, vagy akár pedagógus kollégáknak szeretnénk üzenni, vagy jó tanácsot adni, ugye, az a mi mottunk, hogy hogyan neveljünk boldog gyerekeket, és én hiszem, hogy mindenki nevel, vagy hatással van a gyerekekre, aki kapcsolatba kerül velük, akkor mit tanácsolnál? Ez annyira érdekes, hogy úgy fogalmazok, hogy hogyan neveljünk boldog gyereket, mert szerintem a gyerek, amikor kijön, már boldog. Tehát, hogy amikor megfoganunk, boldogok vagyunk, és csak így ránk jönnek a rétegek, hogy
ez az amaz, tudjuk, eztnek van nagy pszichológiai, nem vagyok pszichológus, de hogy én inkább arra figyelek, hogy én legyek jól. És hogy ha nem is vagyok jól, akkor is legyek önazonos. És hogy azzal, hogy én merem felvállalni az érzelmeimet, mert a boldogság nem azt jelenti, hogy nem fáj valami, nem azt jelenti, hogy nem vagyok dühös, nem azt jelenti, hogy nem érzek valamit negatívat, hanem merem felvállalni a pozitívat, negatívat, és a helyemen vagyok, akkor ez legalizálja a gyereknek is azt, hogy ja, lehetek dühös, ja, lehet ez, lehet az, és hogy az egész az oké, hogy oké vagy, és nem megfelelni kell valami szerepnek, hanem jelen lenni annak, aki saját magunk vagyok. Szóval szerintem a jó példával, hogyha össze kell foglalni, azzal, hogy mi jól vagyunk. Akkor nagyon várjuk az előadást és a beszélgetést, ahol az interaktív, és ugye lehet tőletek is kérdezni, és ha minden igaz, lesznek szervmandalák is, igaz? Igen, igen, lesznek szervmandalák, nagyon izgi lesz az előadás, és meg utána is lehet velünk beszélgetni. Szuper, nagyon szépen köszönöm, és addig is sok-sok jó rajzolást, és sok-sok jó órát neked. Köszönöm.